Pásztor Istvánt saját bevallása szerint régi barátság köti Jelko Kacinhoz, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevőjéhez. Brüsszeli találkozójuknak Koszovó kérdése adott aktualitást, mivel úgy tűnik ezen áll vagy bukik Szerbia uniós jövője. Az elmúlt időszak fejleményei azonban mindenképp reménykedésre adnak okot. Ennek a kérdésnek a megoldásával Szerbia abban a helyzetbe hozza önmagát, hogy egy gyorsuló pályára tud helyezkedni, és megpróbálhatja az európai forrásokból és egyéb más lehetőségekből ledolgozni legalább egy részét annak a lemaradásnak, amiket az elmúlt években, évtizedekben önmagának okozott. A megbeszélés másik, érintőleges témája vajdaság státusza volt. Pásztor István kiemelte, hogy Koszovó kérdésének megoldása után nagy erőt kéne fordítani vajdaság helyzetének rendezésére. A tartomány hatásköreinek növelése felé kéne elmozdulni. Ez nem destabilizációs jellegű, a decentralizáció az nem destabilizációt jelent, hanem a belső tartalékoknak, a belső erőknek a felszabadítását az önmagunk fejlődés és fejlesztés érdekében. Pásztor István a nap során találkozott még Johannes Hahn, regionális politikáért felelős biztossal is. Ezt követően részt vett a Dunamenti Városok és Régiók Tanácsának soros ülésén.